Hát a miniszterelnök által folytatandó konzultációra utalva úgy tennék fel a kérdést, mert ez mindenképp helytelen, hogy miért esik annyira nehezükre a magyar nőknek a gyerekszülés, a gyerekvállalás, és ennek kapcsán beszélnék a munkaerőpiaci viszonyok szerepéről, illetve a politika felelősségéről ebben a kérdésben. Ami azt illeti, már több kutatásban megkérdezték a magyarországi nőket ezekről a kérdésekről, és ők az utóbbi időben egyre inkább úgy válaszoltak rá, hogy elsősorban is dolgozni szeretnének, és ennek függvényében látják a gyerekvállalás kérdését. Illetve ugye egy egészen friss kutatásból az is kiderül, hogy a gyerekvállalás akadályának elsősorban a megélhetési gondokat nevezték meg, és ennek kapcsán azt, hogy az alapvetően rossz munkakörülmények miatt és az otthoni tehervállalás egyoldalúsága miatt kibékíthetetlen ellentétbe kerül egymással az anyaságuk és a munkavállalói mi voltuk. Ennek a helyzetnek a hátterében társadalmi és ezzel összefüggő politikai okokat látunk. Itt gondolok arra, hogy a nőket elsősorban gondoskodó szerepkörbe utalja a közkeletű sztereotípia, aminek mostan a konkrét Magyarország előzményeiről volt szó, és arra, hogy a politika ezt a sztereotípiát meglovagolva alapvetően egymással szembe helyezi a munkavállalás és a gyerekvállalás kérdését, és ez utóbbi tekinti a nők feladatkörének. Ez pedig nyilvánvalóan egy téves elgondolás, ami furcsa is, hogy mégis így fent tudott maradni, mert az a Dorka előadásából is kiderült, hogy nemzetközi felmérések, statisztikák bizonyítják azt, hogy ahol serkentik a nők munkavállalását, ahol növekszik a nők foglalkoztatottsága, és emellett egyenlőbb a férfi-női szerepvállalás, ott ez magasabb születésszámmal jár. Tehát nyilvánvalóan, hogyha a politikai beavatkozásokba gondolkozunk, akkor ezt az összefüggést kell szem előtt tartani. De ezzel szemben Magyarországon a nők jelentős része választásra kényszerül, vagy dolgozik, vagy gyereket nevel, vagy az is lehet, hogy egyáltalán nem is választhat, mert mondjuk nincsen képzettsége, nem tud munkát szerezni, és azt is tudjuk, hogy az ilyen nagyon rossz helyzetű képzetlen munkavállalóknak egy jelentős része belemenekül a gyerekvállalásba, ami azután további hátrányokhoz vezet a hosszú kimaradás, illetve az, hogy el sem tudták kezdeni igazából a munkaéveiket. Na most a gyereknevelés megnehezítő munkafeltételeknek a hátterébe egyrészt a munkaerőpiac rugalmatlanságát látjuk, másrészt pedig azt, hogy alapvetően hiányoznak a munka és a magánéletet összehangoló pozitív támogató intézkedések. És emiatt a nők a gyerek mellett tartósan, vagy akár végképp kiszorulnak a munkaerőpiacról, és függővé válnak mások jövedelmétől, vagy éppen szociális transferektől. Emiatt a gyerekben, illetve a gyerekvállalásban sokan a szegénység kockázatát, a kiszolgáltatottságot látják. Na most ehhez képest a politikai törekvések eléggé zagyvák és ellentmondásos üzenetet közvetítenek, amennyiben egyrészt szó van a nők munkába állításáról, ugyanakkor lazítottak a munkavédelmi szabályokon, tehát amik garantálnák az állás, a munkahely megtartását. Beszélnek családbarát munkahelyről, de ennek valami nagyon szűk és szimbolikus értelmezést adnak. Alapvetően két területről beszélhetünk, ami a politikai beavatkozásokat illeti. Az egyik a munkaerőpiacra történő belépés, a másik pedig az ott megmaradás feltételei. Itt lényegében gyorsan felsorolnám, hogy az eddigi egyszerű átmeneti hatású intézkedések helyett komplex, hosszú távú programokra volna szükség,
elsősorban is képzésre, mentorálással kiegészítve, és tehát önmagában a járulékkedvezmény, bértámogatási jutó programok azok átmeneti hatásúak csak. Tehát kibővíteni kellene a munkaügyi központok szolgáltatásait, és megfelelő infrastruktúrával gyerekmegőrzés, közlekedés, támogatás elérni, hogy igénybe is lehessen venni ezeket a szolgáltatásokat. Másik fontos beavatkozási mód a munkavállalói jogok és biztonság növelése. Az elbocsátással szembeni védelemre gondolok, és minden olyan antidiszkriminációs intézkedésre, amelyik a felvételnél, az előmenetelnél, a bérezésnél érvényesíti az egyenlő bánásmódot. Harmadik pedig a munka és a magánélet összehangolását segítő rugalmas, atipikus foglalkozási formáknak az elterjesztése. Itt egyrészt fontos volna motiválni is a munkáltatókat, hogy ez valóban megvalósuljon, és ne csak terhet jelentsen a számukra. Másrészt, ami nagyon fontos, hogy nem csak nőkre és nem csak családi kötelezettségekre gondolva kellene ezeket terjeszteni, hanem hogyha általában a munkavállaló jóléte lenne a tét, akkor vonzóbbá is válnának ezek a munkaformák, ilyen formán csökkenne a nemek egyenlőtlensége. És végezetül csak egy mondat, hogy azt gondolom, hogy a demográfiai cél is elérhetőbb, hogyha a munkavállalók és ezen belül a nők jogai, érdekei és biztonsága van szem előtt tartva, szemben azzal a beszűkült fókusszal, amit a nők szülési hajlandóságának a serkentése jelent. Köszönöm szépen! Elkezdtem követni a saját telefonomon, közben, hogy mit kommentelnek a fiatalok, csak egyet szeretnék felolvasni, Eszter írja, hogy hát a gázszerelővel nem tudom összehangolni a munkám, nem úgy a gyerekvállalással. Hát igen, ebben is van valami. De azt akartam kérdezni, hogy azt a rejtélyes, vagy ilyen nagyon általános szót használtad az előadásban, hogy serkentség, ugye, a női munkavállalás. A végén elkezdtél kitérni, hogy mely pontokkal serkentség, de melyek lennének szerinted mondjuk azok a primer intézkedések, amelyek nagyon gyorsan eredményt érnének el? Melyek a legfontosabbak? Tehát legyen az, hogy biztosítjuk a kis gyerekes anyák munkavállalását. Az lenne a legfontosabb, hogy akinek már van, az megtartsa. Vagy az, hogy legyenek 4 órás munkák, hogy legyenek otthonról végezhető munkák. Vagy, szóval, hogy mi lenne a mondani, de hát azt gondolom, hogy a biztonság kérdése az nagyon fontos. Tehát, hogy itt egy nő, hogyha mondjuk meleg szülő szabadságra, akkor nagyon sokat kockáztatnak. Tehát ezért emeltem ki a munkavállaló jogokat. Ami a rugalmas foglalkoztatás kérdését illeti, az úgy ugye Magyarországon még nagyon nem elterjedt, és azon kívül is a bizonyos helyzetekben, bizonyos szakmákban értelmezhető egyik vagy másik formája, tehát azt ilyen nagy általánosságban nem mondanám, de nyilvánvalóan az is fontos, de azzal együtt, hogy ott is arra van szükség, hogy egyáltalán tehát ne a munkáltatónak a saját igényei és belátásain múljon minden, hanem ezek szigorúbban legyenek szabályozva a részmunkáról, a teljes munkaidőre való visszatérés, és a többi, és a többi. Tehát, hogy mindig a kockázatokat is figyelembe kellene venni. De azt mondod, hogy gyerekcipőben jár a dolog nagyon. Hát ez a része tudtom már gyerekcipőben jár. Hát volt erre kormányzati program a részmunkára, és csak nőkre gondolva, és csak az anyaságukra, és akkor ilyen módon viszont ez olyan súlyos hátrányokhoz vezetett, hogy akkor már az egész nem éri meg. De ha leegyszerűsítem, akkor azon mondod, hogy minél több női karrier, annál több megszületendő gyerek? Hát az biztos, hogy tehát eleve ugye itt a foglalkoztatáspolitika háttérbe szólt, amit a nők munkaerőpiaci szerepvállalást illeti, tehát nagyon sokáig gyakorlatilag inkább kivonták a nőket a munkaerőpiacról. Tehát, és hát ez egy nagyon, ez még nem fordul szerintem igazán vissza ez a folyamat, tehát biztos, hogy tehát ezt mutatják legalábbis a Több lehetőség, több gyerek. Köszönjük szépen!